Újraindult az edzés a birkózóknál. A sportolók egyelőre nehéz helyzetben vannak, hiszen nincsenek versenyek, ennek ellenére nem engedhetik el magukat. Továbbra is keményen dolgoznak azért, hogy a lehető legjobb formába kerüljenek arra az időszakra, amikor újra megmérettethetik magukat. A birkózóknál sem indult egyszerűen az év. Több hónapja nem edzettek már. A sportolók most kezdték újra a munkát. Mivel nem rendeznek versenyeket még egy jó ideig, ez gyökeresen megváltoztatta a következő hónapok tervét. Nagyon nehéz, mivel március óta tulajdonképpen megállt az élet itt a birkózóknál. Edzések nem voltak egészen idáig, szeptemberig. Újra kezdődött az iskola, újra kezdtük mi is az edzéseket. Abban maradtak a versenyek is, és most kezdjük újra az alapozást. Igen, ezt akartam kérdezni, nyilván te, mint edző, gondolom megtervezed mindig az évet előre, vagy legalábbis néhány hónapot az edzésterveket illetően. Most ez hogy néz ki? Hát nagyon nehezen, mivel készültünk volna különböző országos versenyekre, és mivel így nincsenek versenyek, itt csak a jövő évre tudunk gondolni. Egy sportoló életében mit jelent az, hogyha nem jöhet tornaterembe hónapokig? Hát most úgy gondolkozok, mint én gyerekként. Szerintem nagyon szomorúan töltött el őket, mert szerettek volna versenyezni, meg sokan jelezték, hogy nagyon szeretnek ide járni, meg láttam is rajtuk. Nehéz volt. A sportolóknak hiányzik a közelgő verseny adta izgalom és adrenalin. Ennek ellenére maximális igyekezettel dolgoznak. Köztük például Dani, aki közel egy évtizedet döntött a birkózás mellett. 2011-ben, mikor megalapult az egyesület, azóta birkózom itt, és kitartok a sport mellett. És miért vágtál bele, miért kezdted el? Hát Szoboszlóról átjöttek Kabánról edzést tartani, és hát anyámkámék elvittek, és hát nagyon megtetszett, és azóta kitartok mellette. Hát ez közel már 10 éve volt, hogy említetted, hogy 2011-ben, viszont nem volt még olyan helyzet, mint amivel neked is kellett szembesülnöd, ugye a koronavírus okozta teljes leállást, ezt hogy élted meg? Hát... Hiányzott az edzés? Hát persze, hogy hiányzott a mozgás is, meg körül elkezdődtek az edzések, persze nehezebben tudtunk edzeni, hamarabb fáradtam el én is, és így nem volt olyan koordinációm. Folyamatosan jelentkezhetnek azok, akiket érdekel ez a sportág. Hol érhetnek el benneteket azok, akik szeretnének csatlakozni? Itt a Gönczi tornateremben, a Kossuth utcán vagyunk, és várom a sportolni vágyókat, fiúkat, lányokat egyaránt. Ha már itt tartunk, és említetted a lányokat, eltér valamiben a lányok edzése a fiúkétól? Hát úgy érzem, hogy a lányok is vannak olyan kitartóak, meg erősek, mint a fiúk, úgyhogy szerintem ugyanúgy kipróbálhatják ezt a sportot, sőt, akár versenyezhetnek is.